Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép szombati délelőttön kint. Felhős az idő, látod? Egy kicsit süt a lap, egy kicsit felhős az idő, de meleg van, ilyen füllett meleg van, lehet, hogy jön az eső, után jön is azt mondták. Jelenleg én itthon vagyok, a Davis a szokás szerint takarít, látod, porciózik, olyan meleg van, hogy nincs rajta fölső, látod? Még gacsa se, csak ilyen pelenka. Ugye, nyuszi? Amúgy az előbb én már kiporszívoztam, hogy csak az porszívozza, ami itt elmaradt össze-vissza. És nem más csinálok, képzeld el, mint elmegyek, és megmosom, nem a tévét, megmosom a Mazdát, ugyanis lent állít a garázsba, és vele építkeznek, tiszta por minden. Felhoztam a takarót, ugye a Mazda le van takarva, mutatom neked, oda néz, látod? Itt van a Mazda takarója, van rajta egy fekete, van rajta egy kék, és ezen is átmegy a por. Képzeld el, egy hónapban egyszer minimum meg kell mosni ugye a Mazdát, mert tiszta por a takaró alatt. Ezt most felhoztam, kiporszívoztam, kiráztam, ugye remélem, hogy minden por ebből most kiment. A Mazdát pedig most elviszem, és gyorsan megmosom, még mielőtt ideér az eső. Viszem a szemüveget, viszlek titeket is, és megmossuk együtt. Hazajövök, ebédelünk, valószínű, délután pedig nem más mondjuk, hogyha nem esik az eső, mint nem menjünk valószínűleg a tengerpartra, de nem küldünk, mert a lukhoz egy kicsit náthás, meg köhög, csak sétálunk egyet. Úgyhogy hozom a szemüvegemet, mármint a rendes videós szemüvegemet, és megmutatom nektek, bár már mutattam, hogy mosom az autómat, meg hogy hol mosom, de nem mutattam szerintem még, hogy pontosan hogy működik. Ugyanis utoljára, amikor mutattam nektek először, meg utoljára egyszer, ilyen zenés videóra volt megszerkesztve, úgy emlékszek, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy működik ez a masina. Bár ugyanúgy működik szerintem, mint Magyarországon, csak angolul van odaírva, hogy mi micsoda. Nem, hogy menjünk. Na, lemegyünk a basementbe, a B-re. Úgy viszem magam a látszat, a takarót, viszem a ruhákat, a törlőruhákat, viszem magammal inni. Remélem, hogy megvan mindenem. Van nálam egy dollár is, remélem, hogy elég lesz, vagy két dollár a mosásra. Mindjárt megérkezünk, várjál. És itt vagyunk a B-n. Na, nyílik, megyünk, mosunk. Na, látod? Megvan a Mazda. Napkénycsik átulját. Na, osztam a tejámat, megvan minden. Övezzük magunkat. Aztán indulunk. Nem megyünk ilyen túl messzire, ide megyünk, ugyanis itt az autómosó nem olyan túl messze. Lehúzzuk a tetőt egyet. Látod, motor mindjárt bemelegszik, még mindig kék. Azt jelenti, hogy kicsikét hideg. Ilyenkor általában szoktam vele várni. A kamerát meg addig elrakjuk ide, azt hiszem, ide bele, látod, van ilyen kis hely, és ide bele zárjuk. Látod, itt valakinek kettő helye van, nekünk csak egy beállású helyünk van, de valakinek kettő van. Például ennek itt, látod, itt van a BMW, ez a terepjárója, ott van neki a hajója mellette. Látod, felhős egy kicsit az idő, de talán nem fog megeredni az eső, valaki költözik. Átlában mindig ilyenek költöznek, pénteken, szombaton. Itt mellettünk meg elkezdtek építkezni, megint látod? Ide építenek kettő ilyen épületet, olyan, mint a miénk. Meg lesz itt majd az a bevásárló, meg minden, bár addigra mi már nem fogunk itt lenni szerintem. Valószínűleg, nem valószínűleg, biztos, hogy nem fogunk itt lenni. És meg is érkeztünk, látod? Most gyorsan hajtjuk az autót, felhúzzuk a tetőt, az ablakot. Aztán megmossuk. Ablak fel. Remélem minden rendben van. Na húzzuk ezt a puskát, látod? Ráállítjuk, csak ilyen gyors mosásra. Feladobjuk az egy tollát. És elég 1 perc, 13-2 másodperc. Készen is vagyunk, látod? Gyorsak voltunk. És elmegyek és áttörlöm. Mégis csak azért verettem le ilyen vízzel, hogy a port meg mindent leverje róla, mert ha áttörlöm ilyen rongyal, meg vizes rongyal, akkor megkarcolja az autót, hogy ezt nem akarom. Ezért először mindig leszoktam veretni vízzel, és utána ide kiállok, aztán szépen áttörlöm vizes ruhával, meg hoztam magammal vizet. Szép tisztára törlöm. Ami itt van szembe a kórház. Látod? Amik ez a parkoló. A kórház meg ott! Na mindegy, úgyhogy most elmegyünk ide hátulra, nem jön senki. Megmostam az autót, szép tiszta, de most legalább nem koszos. Ahogy egyet elvezettem, mutatom hova. Ide, nézd, most meg be a kapun.
ez nem más, mint az a hely, ahol a kenguruk szabadon vannak, és rohangálnak, már nem rohangálnak, ugrálnak, ki lehet ide jönni, gyalogolni, már gyalogolni. Biciklizni nem szabad, legalábbis itt a főúton szabad biciklizni, de képzeld el ide be az erdős részbe, és vannak ilyen erdős részek, ilyen utak befelé, valami oknál fogva nem lehet oda bebiciklizni, pedig gondoltam, hogy jó ötlet lenne, de láttam a táblát, hogy nem lehet. Na mindjárt, kijöttem egyet megnézni, még a végén sose voltam ki, nagy mutatom neked, jönnek ide ki emberek, elég sokan. Nézd ott a kenguru, látod, mindjárt megállok, nézelődnek, sétálnak, ugyanúgy, mint mi múltkor, mikor jöttünk, mikor csináltuk azt a kenguru burgert, nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, ugye a Lucas-szel. Ide jöttünk ki, és itt filmeztük a videónak az elejét, mikor mutattam nektek a kengurukat. Várj, itt mindjárt leúzódunk, látod? Ott áll az út mellett a kenguru. Itt valaki eteti, de azt hiszem, hogy lassan el is indul. Mindjárt megkérdezzük a kengurut, hogy hogy van. Szervusz, mi a helyzet? Mit csinálsz? Na gyere ide! Szervusz! Nézd, ez nem fél. De nehogy rámenj az autónak az oldalára. Amúgy ez a hely, komolyan mondom, itt van tőlünk egy percre autóval, ahol ugye mi lakunk, itt van végül is bent a minden közepén el az a rész. Tehát ez egy ilyen nagy, füves, erdős rész, el van kerítve, és tele van kengurva. Tehát bármikor ide akarsz, kivetsz egyet, aztán megsimogathatod. Még ezeket nem nagyon lehet megsimogatni, ez valami oknál fogva nagyon szelít kenguru volt. Itt, látod, múltkor itt filmeztünk, ott bent azon a részen, itt lehet begyalogolni, de most kimegyek egészen a végére. Amúgy itt van egy repülőtér, itt nagyon sok ilyen kis repülőszáll, tehát nem ilyen nagy gépek, ilyen kis két személyes, három, négy, öt személyes gépek szállnak le, meg helikopterek nagyon sokszor. Úgyhogy kimegyek a végére, még az életben nem voltam ott kint a végén. Kijöttem a végére, nem lehet tovább menni, látod? Le van zárva az út, de kiszállok, mutatok neked valamit. Oda néz, itt a víz, itt az út, itt a víz. Látod, hogy fel van jövő? Mondtam, hogy esett az első múltkor, és nagyon feljött a víz. Biztos le van egy pár darab kígyóval, meg ilyen csúszómászóval, úgyhogy oda nehogyan nem is megyünk. Amúgy ott a vége, nem lehet oda bemenni. Itt, a kenguruk meg itt ezen az oldalt, itt vannak bent, itt a fás rész után. Itt van egy ilyen nagy füves terület, és nagyon sok felé el lehet menni. Amúgy oda néz, látod? Szépen megmostam az autót. Egy porszem nincs most rajta, legalábbis nagyon remélem. Én is átmostam, letöröltem, megmostam a kerekeket, áttöröltem a gumit, a kereket, a belsejét, a mindenét. Úgyhogy most valószínű, hogy nagyon remélem, hogy egy jó pár hónapig, vagy hónapig, hétig nem kell újra mostani. Arra jöttem, megint itt fel ez a kenguru, megyek ki fel, látod? Megpróbálom megsimogatni, hát ide jön hozzá. Szervusz, te nagy nyuszi! Mi a helyzet? Mi? Gyere ide! Nézd, de szelíd, látod, ide jönnek simogat. Megsimogat, én simogatom, meg megszagol. Miket beszélek, mi? Nem kell félni, nincs nálam kaja. Ide jössz? Nem? Miért nem? Nem bántalak. Gyere ide, ott egy bogár az orrodon. Hozzáérkeztem, ahogy látod, itt vannak a gyerekek, szervusz Lukasz! Szervusz, Tavis, ott van, látod? Mit? Mit mondasz? Mondd, hello! Közben meg is ebédeltünk, el is készültünk, úgyhogy most el fogunk indulni. Hova fogunk menni? Hol? Opa, hol? Lemegyünk, nem tudom, lenézzünk a tengerpartra, valamerre elsétálunk valahol. Aztán utána nem tudom is, lehet, hogy elmegyünk valamelyik bevásárlóba, aztán lehűtjük magunkat egy mivel? Egy fogyival, szokás szerint. Nem a Slurpee. Nem. Majd ma várja, majd meglátjuk. Te mit csinálsz? Te megint bakul a Davis. Úgyhogy én most gyorsan elmegyek, iszak egyet, megnézem, hol tart a feleségem, ugyanis ő is készülődik. Aztán a videót, ugye az videót meg szoktam osztani ausztrál idő szerint 2 óra 30-kor délután, az nálatok 6 óra 30 reggel. De, mivel mi nem állítjuk az időt, ti állítjátok az időt, úgyhogy most, hogyha megint reggel 6.30-kor akarom megosztani a ti időtök szerint, az azt jelenti, hogy nálunk most nem 2.30-kor osztom meg, hanem 3.30-kor. Úgyhogy most várnom kell még egy picit, ugyanis 10 perc múlva lesz 2 óra. Na mindegy. Elindultunk, elkészült a család végre, mutatom neked, mit találtam. Isuzut, látod? Van nálatok is Isuzu? Vagy nincs Isuzu? Látod, van ebbe ilyen terepjáró, inkább ilyen terepjáró, de van ebbe a platós terepjáróba, és már egy kicsikét megpróbálok ráközelíteni. Amúgy, látod, hogy elég jól néznek ki,
de pontosan a záruk mennyi, azt nem tudom, annyira nem szoktam nézegetni ezeket az autókat, ugye terepjárókat nem nagyon néztem, de csak itt álltam a lámpánál, és láttam, na várj, a zöld van, és láttam őket, gondoltam megmutatom nektek is. Aztán nézd, mintha jönne az eső, látod, amúgy nincsen hideg, mert úgy néz ki, mintha ilyen hideg lenne, ilyen esős ide, oda néz, látod, ott van Surfers Paradise szembe. Amúgy 30 fok van, 30 fokot mutat az autó, úgyhogy nincsen hideg, elég meleg van, ilyen füllett az idő, de nem tudom, látod? Ilyen párás. Na mindegy, reméljük, hogy nem fog esni az eső. Úgy néz ki, hogy nem megyünk a tengerpartra. Nem tudom, hogy hallod-e vagy nem, de megmutatom. Szakad az eső, oda nézzél. Ide van, leérkeztünk ide a Surfers után, és megered. Amerre nézek, mindenhol be van sikulva. Az emberek rohangálnak, nincsen esernyőik. Úgyhogy nem hiszem, hogy még a tengerpartra, mert szakad az eső, úgyhogy el fogunk menni valószínűleg ide a közértbe, bevásárlóba. Nem túl közelébe, de valamelyikbe. Aztán valószínűleg ott fogunk egyet körbe járkálni, valamit nézni, nem tudom. Nem ez volt a terv, de esik az eső, nem esik, szakad. Megérkeztünk a bevásárlóba, új, te esik az eső, oda néz, látod, nincs semmi a fejünk fölött. Gyorsan bevegyünk. Ajajajajajaj. Ja. Szerintem, hogy ez ilyen fedett bevásárló. Itt nem fogunk megállni. Ugye, Nyuszi, honnan megyünk először, mit nézünk? Játékot? Vagy játékot? Megkérdezzük a Lukaszt? Lukasz, mit nézünk meg először? Mit nézünk meg először? Megyünk, megnézzük a játékokat, meg a DVD-ket, azt mondja, hogy ez. Jó, mindig ott megyünk. Nézd, karácsonyi kiütiszítés, karácsonyi falát. Na nézzük, milyen új játék jött ki a PlayStation-re. A Battlefield 1. Aztán ezeket előrendelheted, látod a Red Dead 2-t. Aztán van valami, ami minket érdekel. Nem hiszem. Elfegyünk a túloldalra. Azt mondja, ott a Lucas. Na várjál, hol van? Itt van. Találtál valamit? Nem. Ezek... Ja, de az nem jó játék, te. Jó játék. Hát nem tudom. Nézzük, van kormány. Ez a Logitech, ez G29-es kormány váltóval. Látod? Nézd, látod? Ennyi üdés neked. Belejussz? Belejussz? Nem is. Látod? Kis fot. Nem? Nem tetszik? Hogy te? Én kis picikkel. Nézd, ki lehet hajtani. Aj, hova mész? Gyere. Oda nézd, ez kicsoda. Itt megnyomod. És nem szól. Miért nem szól? Hova mész? Én nem tudom, csak leveszjük a maszkját, és látjuk valamit. Na, jót találtad, Davis. Ezzel nem játszunk, Nyuszi, ezzel nem játszunk, jó? Azt rakjad oda le. Nézd, ez szól. Ez se szól. Hú, te! Star Wars-os játékok, látod? Egyik se szól. Oda nézd, látod? Ez olyan nagy, mint te. Még nagyobb is talán egy kicsit. Ja! Te! Látod, mekkora egy ember? Annyiféle Star Wars-os dolog. Látod? Mindenféle fajta figura. Ja, de te ezzel nem Nyuszi. Ez nem neked való még. Jó? Oda néz, látod? Ez csinál valamit. Látod? Ez ilyen távirányító szobot, látod? Nem! Aha. Jó? Ezek tudod micsoda? Nem tudom mit. Óra, látod? Ébresztős óra. Tudod micsoda? Nyomd meg. Fing masina. Látod, itt megnyomod, és fingik egyet ez a Minion. De... gyönyörű játék. Végeztünk, körösétáltunk, körbenéztünk, a Davis megint kezd álmosodni, egy kicsikét nyűgös volt, most valószínűleg elfogadni hazafelé. Az első sem mutatom, oda néz. Nem esik, csak csöpörög, látod? Kezd erre kell venni ezek a felhők, úgyhogy talán szerencsénk lesz. Ugye tegnap mondtam nektek, hogy ha jó idő lesz, holnap megyünk kajakozni apukámmal, meg lehet, hogy még a Lucas-tel is, attól függ, hogy hogyan lesz neki a kőgése, nem már itt befordulok. Rájöttünk, nem máshol, mint az autópályára. Látod, menjünk vissza az esőbe, ott itt megint kék a felhő. Hozzáérkeztünk, közben bementünk a szüleimhez.
Most még nem más, amit csinálni, mint meg fogunk fürödni. Mármint a Davis fog megfürödni. Ugye, Nyuszi? Jó a tévében? Esti mesél, látod? Ezen a csatornán, nem ezen, mindegyiken, a Davisen mindig esti mesél megy. Ja, báf! Megyünk. Ja, készen vagy? Levetkőzünk? Ja, mész aztán megfürdesz, jó? Úgyhogy, ha holnap reggel jó idő van, az azt jelenti, hogy el fogunk menni kajakozni. Ugye mondtam nektek, néztem a kommenteket, kérdeztem tőletek a tegnapi videóban, hogy mi legyen, legyen mindennapos videó, vagy ne legyen mindennapos videó, vagy hogy legyen. És eddig, ahogy néztem, sokan mondták, hogy legyen minden a videó, mert nagyon örülnétek neki. Úgyhogy mostantól, mától, vagy holnaptól, minden, tegnaptól indulva, minden nap lesznek videók, kivéve egyetlen egy nap, lehet, hogy nem pénteken, ugye? Mert mondtam, hogy csütörtökön el szoktunk menni, na várjál, el szoktunk menni az öcsémmel, és hol vagy, Nyuszi? Azt hittem már belemett a fülbekádba, de nem, itt te nem, látod? Ja, ott lenássél róla, elment fürdeni. Ugye csütörtökön kéne ezt mondani az öcsémmel, és akkor csak ugye körbejárunk, beszélünk egyet, és nem sok érdekes dolgot csinálok, bár lehet, hogy egyszer-kétszer lefilmezem nektek, aztán lehet, hogy ti érdekesnek fogjátok találni, hogy merre járunk, vagy miket csinálunk, nem tudom, majd meglátjuk. Úgyhogy, amit akartam még mondani, múltkor valaki kérte tőlem, hogy mondjam el, hogy volt-e valami érdekes történetem kígyóval, vagy láttam-e, vagy nem, és tegnapi videóban ezt elfelejtettem megtenni. Úgyhogy, ma maiban szeretném ezt megtenni, válaszolni erre a kérdésre. Volt, nem is az, hogy érdekes történet, mert láttunk már kígyót, ugye? Nyilván, melyik filmeztel nem vagy? Láttunk már kígyót, ugye átment az úton, kiterülve, meg élőbe is, ugye, meg az állatkertbe is. Ami a legközelebbi élmény volt a kígyóval talán, dolgoztunk, képzeld el, dolgoztunk egy helyen, ez egy új ház volt, annak idején valakinek dolgoztunk, ez már régebben volt, kb. 10 évvel ezelőtt, és ilyen új helyen volt, kirtották a fanövényzetet, mindent, ugye ahol voltak ezek a vadállatok, mind a kígyók is, és egyszer csak festettük a házat, és bejött a kígyó házba, mindenki megijedt tőle, úgyhogy apukám, képzeld el, ő fogta meg, és kivitte, mert mindenki rettentően félt a kígyótól, úgy, mint én is, és ez érdekes volt, számomra legalábbis érdekes volt, ugyanis mindenki, az összes festő, nagyon sok festő volt ott bent a házban, és mindenki megijedt tőle, mindenki futott össze-vissza, hogy kígyó, de végülis nem volt veszélyes kígyó, mert ahogy mondtam, apukám fogta, kivitte, úgyhogy a kígyó elment, számomra ez érdekes volt. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem, mindenektek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek. Ahogy szoktam mondani, sziasztok!